Sziasztok, A mai vlogban ismét én jelentkezek, és ma arra gondoltam, hogy mutatnék nektek néhány régi futót rólam, amikor még kicsi voltam, és ahogy cseperedtem egyre nagyobb kutyussá, ha van kedvet, egy gyertek is tartsatok velem. Na nagyjából ez volt az első kép rólam, amit készítettek, itt nagyon kis szuki voltam, és megtaláltam ezt a játékot, és ez lett az első kedvenc játékom, amit addig rágtam, ameddig teljesen széjjel nem ment, de ez már a második kép rólam. Nézzétek meg, milyen huncut fejet págok, hát a gazdi teljesen bedőt nekem, teljesen levettem őket a lábukról? Ja, és akkora hasam volt, ezen a képen még jobban látni. Nagyon szerettem már akkor is enni. Volt ez a fekhelyem, amit képzeljétek el, hogy darabokra szettem, apró cafatjaira és egy kicsit mérgesek voltak rám, aztán rájuk néztem így, és egyből csöndbe maradtak. Így döntöttem el, hogy házőrző leszek. Nagyon komolyan vettem már akkor ezt a feladatot, hogy én őrizni fogom a házat és a gazdit. Ez volt a kedvenc törőközöm. Olyan szemem volt, mint ennek a törülközőnek ilyen szép kék. Amikor kicsi voltam, akkor nagyon világító kék szemem volt, most már kicsit bebarnult, de azért még mindig van bennem kék. Itt még az is probléma volt, hogy a küszöböt nem tudtam átlépni. Imádtam a gazdi lábán feküdni, és sokszor itt el is aludtam. Nagyon jó volt, most már annyira nem férek itt el, olyan nagy kutya lettem. Ha most így fekszek, akkor lelógok? Na itt van egy közös kép a gazdival, éppen azt figyeltem, hogy hogyan készíti a képet, szerintem nagyon cuki voltam rajta. Meg hát a gazdi is az volt lehet. Nagyon szerettem a kiskoromba is a botokat, és mindig összegyűjtöttem őket, és be vinni a lakásba, de ennek ha annyira nem örültek. Úgyhogy általában csak kint játszottam a botokkal. Na, ez pedig az első családi képünk, együtt a gazdikkal. Itt még nagyon kis picike voltam, de már itt nagyon szerettek, és én is elkezdtem őket nagyon szeretni. Na, itt meg akartam védeni a gasszit, megmutattam, hogy én mekkora egy házőrző vagyok. Szerintem mindenkinek félnie kell tőlem. Ja, elég ijesztő kutya voltam már akkor is. Bár nem tudom, mit szoktak csinálni a házőrző kutyák. Na, hát itt megmutattam, hogy annyira mégse vagyok házőrző. És megmutattam, hogy mennyire cuki is tudok lenni. Nézzétek meg a hasamat. Na, az a legcukibb. Jön ja, meg a kis nyelvecském, az is már maradt. Na, itt egy kicsit játszottunk a gazdival, mindig a hasamat simogatta, és én azt nagyon szerettem, most is nagyon szerettem, de hát most már ugye én nem félek úttál. Amikor kicsi voltam, szerettem meglátcsálni a gazdinak a ruháit, aztán utána itt el is aludtam a lábán. Ez volt az egyik legjobb hely, ahol szoktam aludni. Most is itt aludnék, de hát, ha, gazdi ennek nem biztos, hogy annyira örülne. A rengeteg kép készült rólam, itt pedig nézzétek, meg ott vagyok a gazdinak a kezébe, és milyen pici voltam. Meg itt még nem is voltam olyan hosszú vonat, mint most. Itt még nyár volt, jó, meleg volt, nagyon szerettem a jó időt. Minden szerettem megrágcsálni, ami az utamba került, ezt megkóstoltam. Ennek annyira nem örültek, Azért, mert azt is megettem, amit amúgy nem is lehetett volna megenni. Na és képzétek el, hogy ez volt az első igazi sétám. Itt vitt ki először a gazdi, úgy pórázon, hogy nem csak otthon voltunk, hanem el is mentünk egy kicsit sétálni. Hát én nagyon jól éreztem magam. Igaz, hogy itt még nem tudtam pórázon közlekedni normálisan, és nem voltam valami kultúrát, de hát Előbb-utóbb megtanultam minden fontosat. De addig szaladtam, és itt pedig először találkoztam ezzel az óriási állattal, akit a gazdi nagyon szeret. Ez egy lovacska, és adtam egy pacsit az órára. Habár nem lettünk barátok, mert ő túl nagy nekem, de azért megismerkedtem vele. Itt pedig van ez a kis szőnyegféle. Azt hittem, hogy ezen kell aludni, aztán utána tájékoztattak, hogy erre kellett volna pisíni meg kakíni, és nem a parkettára. Na hát itt már kim voltunk, az erdőbe, és itt is összegyűjtögettem a fodarabokat, és haza akartam vinni. Itt pedig egy kicsit pihengettünk a gazdival, nagyon szerettem mindig rajta feküdni. Milyen jókat álmodtam itt a kajákról, Na, aztán itt van megint egy közös szelfi a gazdíjkar. Itt már kicsit nagyobb voltam, de azért nem sokkal nagyobb. Itt lehet, hogy mentünk valahova. Na hát, ezt nézzétek, ez vacsora után volt, rengeteget ettem. És nagyon jól esett utána aludni, itt még meg volt a fekhelyem. Na, aztán teljesen kifolytam az ágyamból. Persze, ma már egyik játék sincs meg belőle, mert mindet szétszettem. Azt mondta a gazdi, hogy ez lett a legjobb kép rólam, hogy itt nagyon szép vagyok. Írjátok meg, hogy szerintetek is szép vagyok ezen a képen. Vagy csak a gazdi szerint. Na, itt pedig megmutattam, hogy milyen hosszú vagyok. Most már ennyire nem vagyok világos szűke, egy kicsit sötétebb lettem. Itt pedig a tapancsom. Azt mondta a gazdi, hogy nagyon cuki a tappancsom. Úgyhogy mindig így feküdtem, hogy láthassa. Na, ez a kép pedig akkor készült, amikor az ágy alá és nem bántam meg. Még most se bántam meg, hát ez van, most már nem kakilok be. Ez pedig valahova mentünk, és én éppen kifolytam a hordozóból. Most már ebbe a kis hordozóba nem férek be, mert olyan hosszú kutya lettem. Ez pedig már összekészült, készült, itt halloween készültünk, és éppen tököt akartunk faragni. Aztán készítettünk a gazdival néhány közös képet, szerintem elég jól sikerültek, s utána megcsináltuk a tököt. Szép dísztök lett belőle, ez pedig már az első karácsonyom. Nagyon jól éreztem magam itt. Sok ajándékot kaptam. Itt pedig újra találkoztam azzal a lóval, akivel kisebb koromba, de itt már én is egy kicsit nagyobb voltam, itt is megszagogattam. Ez pedig egy szelfi Na ez lett volna az első ilyen képnézegetős videó, még rengeteg képen van, szívesen megosztom veletek azokat is, például amikor elmentünk kirándulni, szép helyeken jártam, azokról is szívesen beszélnék nektek, és elmesélném a történeteket róla. Úgyhogy ha érdekeltiteket, akkor nyomjatok a videóra egy lájkot, kommenteljetek, iratkozzatok fel, megijenek! Ja, és csak úgy elmondanám, hogy van Instagram oldalam is, ide leírom az Insta nevemet, ott is örülnék neki, hogyha bekövetnétek. Jó lenne, hogyha ott is sokan lennénk. Nagyon szeretlek titeket, hiszen hogyha videókat készítünk, akkor én abból általában jutalomfalatokat kapok, és tudjátok, nagyon szeretem a hasamat. Na hát, ez a videó ennyi lett volna, úgyhogy legyen szép napotok, nagy cső!